Inotai György igazgató úr ül itt mellettem. Mondom is, hogy milyen intézmény. Fejér megyei Gesztenyi és Egyesített Szociális Intézmény igazgatója. Igen, jó reggelt, vagy jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Igen, Egyesített Szociális Intézmény, a székhelyünk Tordas községben van. Ez éppen Fejér megye innenső határa, de Budapesten van egy 176 ágyas pszichiátriai telephelyünk, ettől egyesített az intézményünk, és valóban 11 éve én vagyok ennek az intézménynek a vezetője. Kik az ellátottak? Az ellátottjaink Tordason középső sértelmi fogyatékosok, halmozottan sérültek, illetve autisták, felnőtt korúak, budapesti telephelyünkön pedig kifejezetten pszichiátriai betegséggel küzdő lakóink vannak. Amikor pályát választott, akkor hogyan irányult a figyelme, hát végül is a legtöbb segítséget igénylők felé? Ez egy elég érdekes kérdés azért, mert én Esztergomba ferences diákként kezdtem úgymond a keresést, és a szociális szót sem tudtam, hogy mit jelent. Ezt be kell töredelmesen valljam, és egyáltalán nem ebbe az irányba készültem. Aztán a jó sors, gondviselés és nagyon sok jó ember, akik körülöttem voltak és a baráti körben mozogtak, egyszer csak megszólítottak, hogy menjek a Máltai Szeretett Szolgálathoz, és majdnem, hogy szinte azonnal a szakmai vezetőnek, a Pátyi Gondviselés Házában kezdtem ezt a fajta tevékenységet, gyerekvédelemben, illetve fogyatékkal élők, idősek ellátásában, családsegítő szolgáltatás nyújtásában. Ez a 90-es évek vége. Ez azért érdekes, mert sajnos van egy nagyon-nagyon szomorú statisztika, hogy azokban a családokban, ahol fogyatékos gyermek születik, az apák nagyobb számban lépnek ki ebből a helyzetből, mert ez annyira, mégis annyira speciális, annyira fájdalmas. És akkor, hogy férfiként, talán családapaként, nem tudom, igen, hogy mégis egy olyan területre megy, amiből a férfiak általában szeretnek kicsit inkább visszahúzódni. Igen, ez most hadd legyek egy kicsit könnyed, hiszen egy délelőtti magazin műsorban is vagyunk. Ugye a feleségem számára jelent problémát, hogy én mindig csinos nők között dolgozom. Ez valóban így van egyébként. Azt gondolom, hogy az a fajta megérintettség, ami arról szól, hogy egyszer csak az útkeresés közben ott van az a kincs, amiért valóban sokan nem hajolnak le. És én szeretek egy kicsit, és ebben a kollégáim biztos, hogy megerősítenének, most mindent másként csinálni. Nem szeretek beállni úgy a rendbe, hogy azt mondom, hogy ha a férfiak általában nem tudom én mit csinálnak, akkor nekem is ebben a sorban kéne mozogni. Nyilván van ebben valami, amit lehetne talán hivatásnak vagy küldetésnek mondani, azért nem szeretem ezeket a szavakat, mert annyira elkoptattuk őket. Tehát én azt tapasztalom, hogy most ezt mindenre lehet szinte mondani. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy egy profi keresés, ami azt jelenti, hogy kiművelődni ezen a területen túl azon, hogy észrevenni a szükséget, és én ebbe az irányba igyekeztem. Tehát Eltén, Pázmányon túl szociálpedagógusként is végeztem, szakvizsgáztam pszichiátriai betegek gondozásából. Tulajdonképpen gondviselésszerűen alakult ez az út, mert egyszerűen oda hívtak, tehát én mondhatnám, hogy hivatásom van, mert egy későbbi, igen, jó barátom a Máltai Szeretett Szolgálattól megszólított, hogy akkor gyere ide és csináld, és akkor oda mentem és elkezdtem ezen az úton járni. Minden gondozót is, gondolom ugyanígy, nem csak a férfiakat, nőket is, bárkit szembesítenek azok az emberek, akik tényleg nagyon rászorulnak a segítségre, kiszolgáltatottak azzal, hogy mi magunk is, hát egyrészt hogyan tudunk hálát adni azért, hogy most még önállóan, nem tudom, én meg tudom fésülni a hajamat, föl tudok öltözni, és hogyha egyszer majd elgyengülök, és erre nem lesz lehetőségem, másrészt, hogy akkor hogyan tudok viszonyulni azokhoz, akiknek átélem azt, hogy milyen nehéz lehet. Igen, ez egy nagyon érdekes mozzanata végül, és az egész szociális ellátásnak, mert most lehetne azt mondani, ugye, hogy hát én abból az apropóból jöttem, hogy végre egyházi intézmény lettünk, de közben azt mondom, hogy mielőtt azok lettünk volna is, ha tudva, tudatlanul a gondozó ő gondozottjában, és én nem szeretem se a kliens, se az ellátott szót, én azt gondolom, hogy lakóink vannak, gondozottjaink vannak,
meglátja azt a szenvedő Krisztus arcot, amihez oda kell fordulni. Ha egyszer megérintetté válik, és ezt én nagyon erősen hiszem, akkor oda kell fordulni, akkor nem lehet átlépni rajta, nem lehet tovább menni szemtelenül, és akkor innentől kezdve valóban, amit mond, az beáll, hogy igazából folyamatosan úgy kell gondolkodjunk, hogy egyszer csak kiszolgáltatottá válhatunk, hogy egyszer csak rászolgálhatunk arra, hogy ahogy Pálnál látjuk, más övesz föl. Nincs mese, más övesz föl, nem oda megyünk, ahova szeretnénk, hanem oda megyünk, ahova a támogatóink segéd erejéből el tudunk jutni. Most az az izgalmas, hogy a támogató számára is ez egy borzalmasan nehéz történet. Pontosan azért, mert megéli egy kicsit előre a saját lehetőségét, főleg a pszichiátrián ott kész élettörténetek vannak, tehát orvos, mérnök, tanár, divattervező, hogy csak egy-egy ilyen úgymond menő szakmát mondjak, akit egyszer csak elér a pszichiátriai betegség, és kiszolgáltatottá válik. És akkor ott a gondozó, aki szembesül azzal, hogy akár holnap után én is lehetek ez, és közben nap-nap után kell vinni azt az erőt és optimizmust, amiben hál' Istennek az én munkatársaimnak nincs egy gram hiánya sem. És amiből még gondolom, hogy nincs hiány, vagy legalábbis mi mindannyian abban bizakodunk, hogy ilyen helyeken tényleg megvan az is, hogy az emberi méltóságát mindenképpen tiszteletben kell tartani annak, aki mondjuk nem tud egyik helyről átmenni egyedül a másik helyre, vagy tehát bármi, ez nagyon nehéz. Ugye, mert néha látunk olyan példákat is, hogy infantilizálják a beteget, igen, pedig felnőtt, vagy csak azért, mert nem tudja jól kifejezni magát, azért nem hagyják azokban a dolgokban sem dönteni, amiben nyugodtan dönthetne. Tehát annyira nehéz lehet ennek a feladatnak az ellátása. Igen, és mi ezért mondjuk azt Tordason például, de a Rádaiba a pszichiátriánkon ugyanígy igaz, hogy valójában mi nem gondozó és gondozotti relációban működünk, hanem együtt lakunk egy házban, ahol mindenkinek megvan a sajátos szerepe és felelőssége, és ez félreértésnehesség nem azt jelenti, hogy hárítjuk a gondozásnak és a gondoskodásnak a felelősségét, hanem azt mondjuk, hogy a lakó számára is megadjuk azt a felelősségteljes lehetőséget, ami például azt jelenti, hogy az országban egyedülálló módon nálunk például Tordason 272 fogyatékkal élő emberből 200 naponta dolgozik. Műhelyeink vannak, értéket teremtünk, sok 10 millió forint értékben, tehát egyébként még úgymond ilyen módon is megfogható az érték, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy felnőtt módra él. Reggel ugyanúgy föl kell, mint mi, elindul a munka helyére, teljesíti a feladatát, és a jól megérdemelt béréből egyrészt térítési díjat fizet, tehát a lakhatását tudja fedezni, másrészt marad a saját kiadásaira, hihetetlenül magas státuszt ad. És itt nagyon bejön tényleg az a szentírási rész, hogy méltó a munkás a maga bérére, és ezek emberek, munkások, dolgozó emberek, értékteremtő, értékhordozó emberek, és a segítők számára is fantasztikus példa néha. Néha azt mondjuk, hogy nem tudnám megcsinálni, mint az én lakóban, műhelyben megcsinál, hiszen azt a monotónia tűrést, amit mondjuk egy fogyatékkal élő ember képes naponta, 4 órában, 6 órában megmutatni számunkra, miközben előállítanak különböző gyönyörűséges tárgyakat, eszközöket. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon felemelő dolog, és borzasztó fontos, amit mond, hogy a felnőttségük az arról is szól, hogy a döntéseikben, ha csak lehet, akkor önálló, ha hiány van, akkor pedig a támogatott döntések valósuljanak meg, nem mi döntünk helyettük. Ez a pici dolgokban is igyekszünk így működni, a nagyobb dolgokban főleg. Ennek talán egy gyönyörű példája az Tordason 2 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy tegyünk egy olyan kísérletet, hogy mi van, hogyha a házba létrehozunk egy apartmanház részleget, ahol tulajdonképpen ápolók nélkül, csekély segítséggel, önállóan, mint egy nagy társasházban élnek a lakók, és kiválóan működik. Igen. Berendeztük a teakonyhát, a konyhát, a mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ez tényleg olyan legyen, mint egy önálló élet, és bizony ők ott dönthetnek a dolgai, programjaikról, igazából van egy nagyon nagy szabadságfok, közben mögéjük tesszük az intézményes, ha szabad így mondani, biztonságot, de ez csak annyit jelent, hogy valóban van kihez fordulniuk, ha betegség van, probléma van, megoldandó feladat van. És nagy a várakozó lista? Hát az nagyon nagy. Tehát ha úgy kérdezi, hogy nagy, akkor ez nem kifejezés. Nálunk ugye Tordason a fogyatékkal élők otthonában olyan 150 körüli a várakozó, ami azt jelenti, hogy mintha hál' Istennek a lakóink közül évente nagyon kevesen halnak meg, ezért nagyon lassú a bekerülés, tehát 10-15 év is lehet. A pszichiátriánkon ott pedig teljesen reménytelenül hosszú, mert ott 200-nál sokkal több várakozónk van. Ott sem tudunk hirtelen vagy gyorsan segítséget nyújtani, amit egyrészt
részről hát fájlalunk, mert hogy kénének a jó szociális intézményi elhelyezések, másrésztről megörülünk neki, mert ez azt jelenti, hogy a lakóink talán a gondoskodásnak is köszönhetően, vagy az a szakértő odafigyelésnek is köszönhetően hosszabb időt élnek, mintha egyébként családban, nehogy Isten, egy hajléktalan állapotban gondoskodnának, vagy éppen nem gondoskodnának róluk. Tordason, ugye, Tordason is felnőttekről beszélünk. Igen. Gondolom, hogy amikor a szülők nyilván ameddig csak lehet megtesznek mindent a hozzátartozójukért, a szerettükért, a gyerekükért, aztán megöregszenek, érzik, hogy már nem győzik, meg aztán ott van az, hogy előbb-utóbb most már meghalnak, és akkor biztonságban akarják tudni, gondoskodni szeretnének a gyerekükről. Így van, és ez egy nagyon nagy krízis. Szóval én sokszor megélem a szülőknél azt, hogy biztatom őket, hogy azért viszonylag fiatalon kerülhessen be hozzánk az a fogyatékkal élő ember, aki hosszú távon úgyis hozzánk fog költözni, mert az adaptációs készség, a beszokás, a társaságba illeszkedés, az új életrendnek a megszokása, az ott is a 20-os, 30-as évek. Amikor valaki 40-en, 50-en túl érkezik, már megvannak azok a ritmusok az életében, az egy szülő általában, ahogy mondta is, hogy bizony nagyon sokszor az egy szülő, az egy édes, de egyébként, hogy egy picit hadd legyek férfi párti, nagyon sok olyan lakom van, aki az édesapa az, aki gondozta, aki így ott van, maradt, aki, ezt is el aki tehát, tehát, hogy mindenképpen, persze abszolút és statisztikailag és minden szempontból, amit mondott, az igazolható, de bizony a szülő krízisként éli meg. Nagyon nehéz tudomásul venni egyébként az, hogy egyszer csak az ember gyereke mindenképpen kiröpül. Mindenképpen felnőtt lesz, kirepül, de mégis én úgy nagyon át tudom érezni, hogy azt mondani, hogy én tényleg nagyon nagy szeretettel gondoskodtam a gyerekemről, és mi lesz, hogyha olyan intézménybe kerül, ahol jó, ellátják majd, esetleg kicserélik a pelenkáját, ha arra szorul, vagy nem tudom, etetik majd, de nem azzal a türelemmel, nem azzal a szeretettel, nem azzal a gondoskodással, van egy kis ilyen félelem is. És mégis. Szóval ha hiszi, ha nem, és azt gondolom, hogy a kedves nézőknek is ez talán egy fontos dolog lehet. Egyrészt mi Tordason nyitott házként élünk, ami azt jelenti, hogy bárki oda jön, betévejethet, eltölt nálunk hosszabb, rövidebb, általában hosszabb időt, mert aki egyszer bejön, és ennek a szele megcsapja, és eléri, az nagyon nehezen tud szabadulni, akkor hihetetlenül örülnek minden látogatónak, nem mintha egyébként nem minden nap jönne valaki szinte, de hogy nálunk neve, arca van mindenkinek. Nem csak azért, mert hogy a szobák ajtajára fontosnak tartjuk, hogy ne csak egy nevet írjunk, főleg nem szobaszámot, hanem a fényképek is. Borzasztóan fontosnak gondolom azt, hogy én magam is ismerjem, bármilyen sok a lakó. Hogy föl tudjak idézni velük kapcsolatba egy-egy olyan élményt az elmúlt évtizedből, hogy hiányozni tudjanak azok, akik elmentek. De ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt tapasztaljuk, hogy a gyász másként működik például a fogyatékkal élők között. És mégis igyekszünk azért megadni, ha szabad így mondanom, a módját annak is, hogy az utolsó útjára kísérjük, ezt a ház közösségében tesszük. Sőt, van egy ilyen fura, sajátos, hát rítusnak is nevezhetném, szokásunk, hogy egy ökumenikus istentisztelet, akiknél nem tudjuk például, hogy most megvolt-e, katolikus módra volt-e, de egy ökumenikus temetési formula keretében közösen helyezzük végső nyugalomra, mert nagyon fontos a bekerülés is, és az elbúcsúzás is. És sokan halnak meg otthon, hát a sokan az persze viszonylagos mondom, mert évente nem többen, 4-5-en halnak meg, ami nekem mindig felemelő élmény volt, hiszen azt láttam az ápolóinkon, hogy az utolsó, meg az utolsó utáni pillanatig, mintha a saját hozzátartozóját, gyerekét, felmenőjét gondozná, úgy tesznek körülöttük. És erre az aggályra, amit felvetett, tényleg azt tudom válaszolni, hogy én 11 éve élek ebben a közösségben, 11 év alatt én annyi szeretetet, ami megnyilvánul a lakóink felé, a világban sehol nem láttam, de viszont is. Nem tudok úgy elindulni, hogy az aulában ne törtsek el egy negyed órát, 20 percet, mert aki lakó ott van, az megszólít, az akkor jelzi, hogy vigyázzak magamra az autópályán, hogy jövök-e holnap reggel, és tehát ez a fajta családias légkör, ez oda-vissza működik. Persze ez mindig kell egy hátsó jó bázis, tehát kell, ahonnan az ember elindul, mert óhatatlanul a kiégés lenne az út, hogyha csak az egyik oldal működne. Tehát kell egy család, ahonnan elindulok, és kell egy család, ahova megérkezem, és ez oda-vissza játszó, és ez sokszor kérdezik, hogy nem sok-e, hogy van most ugye egy másik intézmény, van egyéb feladatom, és én rendszeresen tanítok is. Én azt mondom, hogy azért nem sok, mert mindenhol amennyit elveszítek, annak a kétszeresét tudom töltekezni. Igazgató úr, nagyon köszönöm, olyan gyorsan elrepült az idő, hogy tényleg egyetlen
záró mondatra, ha megengedi, hogy akkor most mit jelent az, hogy egyházi, konkrétan Kolping fenntartású lesz az intézmény? Csak tényleg egy mondatban? Igen, próbálok egy, akkor hosszú mondatot kell mondjak. Ez úgy kezdődött, hogy mindenki várta, nagyon megünnepeltük. Április 30-án évfélkor a munkatársaimmal a Kolping Kosis pontosabban igazgató úra is hívott minket 0 óra 1 perckor, hogy a közös út elején köszöntse a vezető munkatársaimat. És igazából számunkra azt jelenti, hogy megőrizve a sokszínűségünket, mégis magunk mögött tudva egy olyan hitben erős szervezetet, ahol túl a profession, azért bátran, szabadon és újra meg újra ki lehet mondani azt, hogy ismerje meg minket arról a világ, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és remélem, hogy legközelebb is beszélgethetünk majd. Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.